A szombati heves esőzések súlyos áradásokat okoztak Kréta szigetén. Az áradat utakat mosott el, lakóházakat, üzleteket árasztott el, gépkocsikat sodort magával. A terület két folyója nem tudta levezetni a csapadékvizet, mivel az áradat a magával ragadott törmelékekből torlaszokat épített. Ezért a lezúduló vízta meg mezőgazdasági területeket is elárasztott La City tartományban. Két kisebb vízfolyás itt, Kalamakoniászban folyik össze, de az akadályok miatt kilépett medréből és elöntötte az utcákat, házakat, meséli egy férfi. A Mirtosz híd alatt máskor alig csörgedező folyamat zuhatagot képezve szágul tovább. Néhány órája még háromszor ennyi víz száguldott itt le, de nem tudjuk, mi lesz estére vagy másnap, aggodalmaskodott egy helybéli. A tűzoltók 18 embert mentettek ki Szítiában, 11-et Livadia régióban, több tengerparti településről hajójukkal a tengerre menekültek a helyiek. Az előrejelzések szerint még további jelentős mennyiségű csapadék hullhat le Krétán.